A közel 4 milliárd forintból megvalósuló nyíregyházi foglalkoztatási paktumprogram 2016 és 2023 közötti működése során számos munkát vállalni szándékozó, hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy foglalkoztathatóságának javítását, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését támogatta. A munkáltatóknak akár 100%-os intenzitású támogatás igénybevételére is lehetősége nyílt a program keretében. Zsel Emese, a Paktumiroda munkatársa kiemelte, a Paktum a megvalósítási időszaka alatt nagyon példás együttműködéseket hozott létre, ezért rengeteg pozitív tapasztalattal és példás szakmai eredményekkel zárják a projektet. A program keretében alakult munkacsoportok számos sikert könyvelhetnek el. Például a szeptember 15-én megszervezett szakmafesztivál, amire nagyon büszkék vagyunk. Egy óriási rendezvény volt, több ezer diákot fogadott be a Kossuth tér, és egy nagyon színvonalas szakmai konferencia is kísérte ezt a napot. Ezen kívül a munkacsoportok javaslatára elkészült egy ifjúsági adatbázis is, ami majd a jövőre tekintve is egy nagyszerű lehetőség lehet a munkáltatóknak, illetve a fiatalok számára, akik már nem Nyíregyházán élnek, vagy még most ugye jelenleg itt valamelyik iskolában végzősök, de készülnek tovább tanulni. Nem veszítik el így, hogyha regisztrálnak ebbe az adatbázisba a várossal a kapcsolatot, hiszen akár hírlevél formájában is tudjuk őket értesíteni arról, hogy milyen munkalehetőségek, milyen program lehetőségek lesznek itt a városban. Szó esett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye aktuális munkaerőpiaci helyzetéről is, amellyel kapcsolatban Kocsis László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályvezetője elmondta, 2010-hez képest nagymértékben csökkent a regisztrált álláskeresők száma. Kiemelte, a nyíregyházi foglalkoztatási paktum projekt megvalósítási időszaka alatt több, mint 1000 cég részesült támogatásban, 3200 fő került kapcsolatba a foglalkoztatási szakterülettel, és 2250 fő került vissza az elsődleges munkaerőpiacra a bértámogatásoknak köszönhetően. Hangsúlyozta, a projekt, ha tovább működik, megyei szinten is gyümölcsöző lehet. Talán a teremben én vagyok az egyetlen, aki járási, foglalkoztatási és irányító csoporti betekintést is nyert a topos programok tekintetében. Láttam minden szintéren megvalósulni ezt a programot, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Városi Paktum egy igazán kiemelkedő szervezet, ami olyan értéket teremtett, hogyha tovább tudjuk vinni, akkor én azt gondolom, hogy ez a városon kívül a megyének is egy hatalmas nagy előnyére fog válni. A konzorcium a foglalkoztatás elősegítése mellett a helyi termék és szolgáltatás fejlesztésre, valamint a befektetés ösztönzésre is stratégiát dolgozott ki. Egy elektronikus katasztert is létrehoztak a helyi termékek és szolgáltatások promóciójára és értékesítésére. A város gazdasági fejlődésének megtartása és a versenyképesség javítása érdekében egy befektetés ösztönzési programot is létrehoztak, amelynek elsődleges célja a gazdaság és városfejlesztés volt. Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, nem tudnak róla, hogy országos szinten ilyen átfogó program, mint a Paktum, bárhol máshol megvalósult volna, kiemelve a befektetés ösztönzést. Amiből ugye létrejött a nyíregyházi nagyfoglalkoztatók együttműködésével az a négy és a szakképzési centrum. Ugye Marika szakképzési centrum főigazgató volt az egyik csoportvezető, másik háromnak a multicégek vezetői, ami azt gondolom egy példaértékű országosan is. Ennek ugye a kifutása a szakmafesztig tartott, ami egy egyedi program volt, és hát ez megy tovább. Kocsis László hozzátette, Nyíregyháza előtt hatalmas feladat áll munkaerő tekintetében. Mindenkinek, aki szeretne dolgozni, munkát kívánnak biztosítani. Hozzájárulva a térség gazdasági fellendítéséhez, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának további növeléséhez.